A múlt héten még nem árult el a miniszterelnökség a HVG kérdésére, hová utazott hivatalos útra Lázár János. A híradónak azonban elmondták, a tárca néhány napja még arra hivatkozott, hogy mivel Lázár János saját pénzből fizeti hivatalos útjait is, nem adhatnak információt ezekről a kiküldetésekről. Ma mégis kiderült, Lázár Brüsszelben, Berlinben és Münchenben járt a saját pénzén. Svájcban is járt 2013-ban Lázár János, de máig nem tudni, hol lakott pontosan. Mindig ott szálltam meg, amit a külföldi tárgyalompartnerem a találkozás helyéül kijelölt. A miniszter inkább kifizette korábbi utazásai költségeit, arra számított, így nem kell majd megmondania, kikkel találkozott ott. 2 millió forintot azért bocsájtottam a magyar állam rendelkezésére, 3, mindösszesen 6 napos külföldi útra, mert a magyar bíróság arra próbált kötelezni, hogy hozzám nyilvánosságra ezeknek az utaknak a részleteit. És hiába a bíróság ítélete, Lázár János azóta sem árult el, kikkel tárgyalt és hol szállt meg 2013-as útjain, viszont azóta maga fizeti az utazásait. A miniszterelnökség épp erre hivatkozva tagadta meg a válaszadást, amikor a HVG a múlt héten az utazásai részleteiről érdeklődött. Azt írták, idézem, Lázár János miniszter az utazásaihoz kapcsolódóan szállásdíjat, napi díjat és úti költséget és egyéb költségeket nem vesz igénybe, így erre vonatkozóan adatot szolgáltatni nem tudunk. Az átláthatóságért küzdő civil szervezet a Transparency International szerint nem lehet arra hivatkozva titkolózni, hogy a miniszter saját zsebből fizet. Úgy látszik, hogy erre a trükkre rácsavarodott a miniszterelnökség, és most már minden miniszteri kiküldetésnél azzal próbálkoznak, hogyha a költségeket úgymond magánzsebből fizeti a miniszter, Lázár János miniszter, akkor itt nincs is közfeladat, nincs is közérdekű adat, ez egy teljesen téves hozzáállás. A demokratikus koalíció szerint Lázár Jánosnak el kell mondania, hol járt és kikkel tárgyalt. Semmi alól nem mentesíti Lázár Jánost az, hogy ő a magánpénzéből mit fizet ki utólag. Hogyha ő bárkivel találkozik, politikussal, üzletemberrel, az a magyar adófizetőkre tartozik, mindannyiunkra tartozik, ez a mi közös ügyünk. A híradó kérdésére ma a miniszterelnökség mégis közölte, merre járt az elmúlt 8 hónapban Lázár János. 3-szor Brüsszelben, egyszer Berlinben, egyszer pedig Münchenben. Azt írják, az állami hírügynökségnek mindig beszámoltak a miniszter külföldi találkozóiról, Brüsszelben a paksi bővítésről, Münchenben pedig a reklámadóról tárgyalt. Hogy mennyit fizetett saját zsebből az utakra, azt nem közölték.